Hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. A Friedrich Kapelle vezette föl a mai estét, és még sok érdekes zenei produkció következhet. Látom, hogy a mikrofon is előbb-utóbb a helyére kerül, és akkor majd még hallani is lehet, amit mondok, és nem kell kiabálni. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen módját válasszuk annak, vagy egyáltalán megemlékezzünk-e egy rendezvényen arról, hogy 25 éves a magyar önkormányzatiság. Mert ugye egyfelől tűnhetett volna ez úgy is, hogy ünnepeljük magunkat, de hát mit jelent az, hogy magunkat? A települést talán érdemes ünnepelni, hiszen ez a város elég jól élt ezzel a 25 évvel. Van értelme arról beszélni, hogy mi történt ez idő alatt. De mégis, hogy hogyan lehet ennek egy olyan keretet adni, ami nem olyan száraz, ami mégis egy kicsit könnyedebb, vagy egy kicsit más, mint ahogy másút teszik. Hiszen láttunk arra példát, hogy valaki konferenciát tartottak, hát 3-4 ember elment érdeklődőként, és fölmondták egymásnak azt, hogy ki mit gondol az önkormányzatiságról. Én azt hiszem, hogy az, amit mi itt megpróbálunk ennek kapcsán, ennek keretében nyújtani, elsősorban azoknak, akiket érdekel az, hogy milyen budaörsi művészekkel tudnak találkozni, az egy kicsit, hát ennél lazább formája lehet az ünnepségnek. Persze igyekeztünk módot találni arra, és ezért látnak ott fönn még sok ismerős arcot, hogy azoknak köszönetet mondjunk, akik az elmúlt 25 évben bármilyen szinten részt vettek, legyen az egy vagy két év, vagy akár hosszabb időszak az önkormányzat munkájában. Én is egészen meglepődtem, amikor utána számoltunk, 74 olyan ember van, aki képviselőként az önkormányzat munkájában dolgozott az elmúlt 25 év során. Nekik egy emléklapot készítettünk, és egy kis beszélgetés, egy kis ünnepség keretében köszöntem meg valamennyiüknek azt a munkát, amit a városért végeztek, vagy végeznek még a napjainkban is. És akkor arra gondoltunk, hogy talán a legjobb az lenne, hogyha egy ilyen kis zenei est keretében, és természetesen budaörsi fellépők, ugye csak tiszta forrásból táplálkozva, budaörsi fellépőkkel próbálnánk egy olyan rendezvényt létrehozni, amiben azért megemlékezünk a városról, hiszen köszönjük Mayer Emesének, amit itt lehet látni, és az este folyamán folyamatosan vég nélkül fognak pörögni a képek. Talán többet elmondanak, mint a szavak arról, hogy a város milyen évet járt be az elmúlt 25 év során. Mert azért erről is érdemes, ha úgy tetszik, megemlékezni. Persze a képek között vannak olyanok, amelyek nem egészen a rendszerváltáskor készültek, talán egy kicsit korábban, de hogy a múlt és a jövő, hát az is persze, reméljük, hogy az is szép lesz, de hogy a múlt és a jelen hogyan alkotnak egyfajta kontrasztot, azt hiszem, azt itt is lehet látni. Bár hozzáteszem, szerintem akik Budaörsön élnek, azoknak van arról képük, hogy ez a település hogyan alakult az elmúlt 2,5 évtizedben. És azért kell néhány szót arról mégiscsak beszélni, hogy mit jelent az önkormányzatiság, az önrendelkezés, az autonómia, mi a jelentősége mindennek. Mert ugye az egypártrendszer idején a pártállam meghosszabbított keze volt, gyakorlatilag a hatalom végrehajtója, a járási, illetve a helyi tanácsi rendszer. Persze hozzáteszem, azért itt is érdemes különbséget tenni, mert jelentős különbség van az 50-es évek, a 60-as évek, a 70-es évek, aztán a 80-as évek időszaka között. És én azt gondolom, hogy a rendszerváltás előtt itt Budaörsön már olyan emberek dolgoztak, sokan közülük utána az önkormányzat munkájában is részt vettek, vagy éppen a testvérvárosi kapcsolatok során együtt dolgoztunk velük, szóval akik szintén már a városért dolgoztak, de azért az, amikor igazából az önkormányzatuk a kezükbe vehették a sorsukat, amikor szabadon választhattak, és nem tanácstagot választottak, hanem az egymással versengő szervezetek közül szabadon választhatták meg a képviselőiket, azért az mégis egy eufórikus pillanata volt a rendszerváltást követő önkormányzati választásoknak. Jól lehet, fogalmunk nem volt arról, hogy ez miben áll,
hogy működik, mi lesz a gazdasági háttere, a jogi szabályozások még nem voltak készen, és hát a település állapota is, azért valljuk meg, egy átlagos Pest megyei település képét mutatta 10%-os munkanélküliséggel, szóval egy eléggé gyenge intézményhálózattal. Volt gond elég, úgyhogy ha úgy tetszik, akkor egyfajta fejest ugrást volt az, akik ezt a feladatot, ezt a munkát választották. Aztán kiderült, hogy létrejöttek az önkormányzatok, 3200 önkormányzat, több, mint ami egy nálunk jóval nagyobb országban van, és ugye átestünk szokás szerint a ló túloldalára, nem vizsgálták az akkori törvényalkotók azt, hogy milyen példák, jó vagy rossz példák vannak ezzel kapcsolatban a nagyvilágban. Amikor Magyarországon az önkormányzatok megalakultak, Németországban éppen akkor volt 16 éves a közszolgálati reform, közigazgatási reform, ami azt eredményezte, hogy nem szűkítve az önkormányzatoknak a jogosítványait a saját önrendelkezésükről, de közös önkormányzatok létrehozatalát ösztönözték anyagi többlet juttatásokkal, így nem lehetett egyik önkormányzat ügyeibe se más településekről beleszólni, de például Budaörs testvértelepülése Breszfeld, ahol 10 fölötti településről beszélünk, egy közös önkormányzatot alkotott, és ez Baden-Württemberg tartományban szinte mindenütt így működik, és ezzel tudták azt megoldani, hogy nem csorbult az önkormányzatok jogosítványa a saját ügyeik intézése kapcsán, vagyis az önrendelkezés ott maradt, nem az államhoz folyt vissza a feladatellátás, hanem helyben maradt. Ugyanakkor racionalizálni tudtak számtalan feladatot, közös iskola fenntartás, közös szolgáltatások megszervezése, ami sokkal gazdaságosabban, sokkal olcsóbban és sokkal hatékonyabban működik. Nálunk sajnos a pártok a 25 év alatt nem tudtak eljutni oda, hogy ebben a reformban egy értelmes kompromisszum jöjjön létre. Voltak csirák, amikor létrejöttek a kistérségi együttműködések, ez sajnos megszakadt, és most egy elég erős centralizációnak, egy, ha úgy tetszik, az önkormányzatiságtól távolabb álló szisztémának vagyunk a szemtanúi. Én most nem szeretnék ennek a részleteibe belebonyolódni. Azt azért érdemes megemlíteni, mindenki el tudja dönteni, hogy mi a jobb, ha egy iskolának az a fenntartója, aki tudja finanszírozni azokat a feladatokat, amely sokkal magasabb színvonalon működik, és e tekintetben például nekem a Fidesz oktatás politikusával, Pokolnyi Zoltánnal milliméterre azonos volt az álláspontom. Azok a települések, akik ezt meg tudják oldani, azoknál ott kell hagyni, és ott kell segíteni az államnak, ahol nem tudják ezt ellátni a feladatot, és ott bizony racionalizálni kell. Tehát nem olyan jó dolog szerintem az, hogy ez megváltozott, de mi azért megtaláljuk a módját annak, hogy tudunk segíteni azokon az intézményeken, hogy tudunk nekik finanszírozást nyújtani annak érdekében, hogy a Budaörsön élők semmit ne érezzenek abból, hogy ez a dolog megváltozott. És az sem biztos, hogy jó, hogy például Budakeszin újra létrejött járások hivatalában kell építéshatósági ügyet intézni, vagy a szociális ügyeket januártól intézni. De ebben is mindig megtalálta és meg fogja találni a jövőben is az önkormányzat Budaörs azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet az autonómiánkat valamilyen módon visszaszerezve azokon az embereken, akiknek helyben vannak gondjaik, segíteni az ő problémáikat kezelni. És én azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog talán éppen az, hogy ez a település függetlenül attól, hogy milyen politikai színezetű volt a kormányzat, mindig tudott fejlődni, és mindig tudta a szolgáltatásait sokkal magasabb színvonalon működtetni, mint korábban. Ha röviden lehet, vagy kell beszélni néhány mondatban a városról, akkor abban már ugye érintettem a kérdést, hogy a rendszerváltáskor ez a település körülbelül fele ekkora lakosszámmal, és egy 10% körüli munkanélküliséggel, nagyon nehéz körülmények között, mert egy gyenge intézményhálózattal és gyakorlatilag gazdasági háttér nélkül működött, és hát az volt a feladat, hogy a 900 millió forintos költségvetésre jutó 300 millió forintos adósságot hogyan lehetne lefaragni. Nagyon nehéz volt ez, akkor a bankok nem annyira álltak velünk szóba, mint aztán később, amikor a település elkezdett fejlődni, és szinte nincs is olyan pénzintézet Magyarországon, akinek ne nyílt volna fiókja Budaörsön. Ez volt a kezdet, és akkor órákig lehetne, vagy napokig beszélni arról, hogy milyen stációk voltak. Én röviden csak annyit mondanék erről, hogy
időben ismerte föl ez a település sokkal hamarabb, mint a környező települések, vagy akár a főváros. Tehát mindennek az alapja a gazdaság, hogyha egy olyan gazdasági hátteret tudunk teremteni, ami az ellátó rendszer finanszírozását tudja biztosítani, akkor a település hosszú távon fog tudni működni. És erre helyeztük a hangsúlyt, egy nagyon kedvező adópolitikával, a vállalkozásokat támogató politikával, sokkal alacsonyabb volt nálunk az iparűzési adó, ezért aztán lett egy nagyon erős beáramlás, és amikor ez elindult, akkor már presztízs volt Budaörsre jönni, és hála Istennek ez a mai napig kitart, ezek a gazdasági szervezetek biztosítják az itt működő cégek a finanszírozását mindannak, hiszen a tőlük származó bevételből tudunk mindent ellátni. És így jutottunk el arra, hogy a KSH, amelyiket igazán nem lehet azzal vádolni, hogy bármilyen irányba politikailag elfogult lenne, most már második alkalommal is azt hozta ki eredményül, hogy Magyarország legfejlettebb városa, nyilván itt a főváros nem számítják, az Budaörs és minden szolgáltatás területén európai színvonalú, amit mi tudunk nyújtani. Ennek mentén aztán persze, hál' Istennek, civil szervezetek jöttek létre, egyesületek jöttek létre, művészeti formációk jöttek létre, annyi, hogy már számon tartani is nehéz, és akkor most, ahogy kezdtem, azzal is zárom be, ha úgy tetszik, mint egy keretet adva a köszöntőnek. Őket kerestük meg, hogy a mai estén egy zene csokrot átnyújtva a különböző műfajokban, a különböző formációk, de mindegyik budaörsi kötődésű, szórakoztassák önöket, ezzel emlékezve meg erről a 25 évről, és közben persze a képeken lehet rácsodálkozni arra, hogy milyenek voltunk és milyenek lettünk. Kívánok önöknek a mai estéhez nagyon jó szórakozás, szép estét, köszönöm szépen a figyelmüket. Tisztelettel köszöntöm önöket én is, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számban eljöttek. Engedjék meg, hogy mint az est házigazdája, bemutassam önöknek a fellépő zenekarokat, akik, ahogy polgármester úr is elmondta, mind budaörsiek, illetve budaörsi kötődésűek. Elsőként a Friedrich Kapelle zenél önöknek, illetve zenélt a köszöntő előtt. A zenekar, bár nem látszik rajtuk, az 1960-as években alakult. A Friedrich testvérek Ferenc, Antal, József és János alapította. Muzsikáltak esküvőkön, szüreti farsangi, batyús és svábbálokon, vállalati rendezvényeken, sőt még tűzoltó zenekarként is felléptek. Aztán más tevékenységekre került a hangsúly, és ezért a hangszerek egy ideig nem kerültek elő. Ez 2008-ban egy éles váltással a batyús bálon összeálltak újból, elkezdtek zenélni, és ez annyira bejött a zenekar tagjainak is, és szerintem mindenkinek, aki hallgatja őket, hogy új tagokkal bővült a zenekar, repertoár is alakult, és lassacskán 10 éve csábítják táncra a sváb zene szerelmeseit. Felépnek Budaörsön, Budapesten, Zsámbékon és a környék valamennyi nagyobb rendezvényén. Ezúton is szeretném megköszönni Steinhauser Klárának ezt az összefoglalót, az ő segítségével sikerült ezt összeszedni a zenekarról, és szeretném bemutatni a zenekar tagjait, mindenképpen Friedrich Ferencet is megemlíteném, aki jelenleg beteg, nem tud itt lenni, de Friedrich Antal itt van, ő trombitán zenél. Friedrich József dobon. Roth Antal harmonikán. Benedek Péter trombitán. Benedek Jézu szintén trombitán. Bélavári Miklós tubán, Springman András baritonkürtön, Gyuranek László klarinéton és Gruber Tamás tenorkürtön. A köszöntő előtti percekben a Nai Járpolka, a Boriska Polka, a Schürzenwalzer, és most pedig a németet tovább erősítve egy Dorfmusik polka, egy Inselbaum polka és egy Sakvicka polkát hallhatnak. Fogadják őket szeretettel.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy két-három szóban megköszönjem ennek a rendezvénynek a létrejöttét, és hogy nagyon szépen köszönjük, hogy egy ilyen színvonalas műsoron is részt vehetünk, és igyekszünk nagyon azon, hogy Budaörsön minél több rendezvényen részt vegyünk. Úgyhogy bízom benne, hogy rengeteg ismerőssel találkozunk itt nyilván, de vannak, akik még nem ismernek minket, bízom benne, hogy következő rendezvények is el fognak majd jönni, és megtisztelnek minket is azzal, hogy meghallgatnak. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és nagy tisztelettel gondolunk erre a szép estére. Mindenkinek jó estét kívánok, és nagyon jó szórakozást! Thank you.
szépen. Nagyon szépen köszönjük a Friedrich Kapellének ezt a műsort, és jó házigazdaként azért most a vendégeket is egy picit hagyjuk érvényesülni, úgyhogy a következő fellépőnket, a Budaörsi Fúvószenei Egyletet, népszerű nevén a Budaörsi Fúvószenekart, Regőci Péter barátom, az egyesület elnöke fogja önöknek bemutatni, amíg az átszerelés zajlik. Jó estét kívánok mindenkinek, reméljük egyelőre jól telik az este, és a szórakozás is kezd beindulni. Célunk alapvetően a szórakoztatás, a kulturális életnek a színesítése Budaörsön is, a városon kívül is, és azt mondhatjuk, hogy külföldön is sikerül ez. A zenekar elmehetett eddigi pályafutása során Hollandiába, Horvátországba, Finnországba, Németországba. Németországnál kiemelném, hogy Németországban Bretzfeld, Budaörs testvérvárosával is elég komoly kapcsolatot próbálunk ápolni, az ottani fúvós zenekarral is, amikor ott vagyunk, próbáljuk velük is építeni a baráti és olykor a szakmai kapcsolatot is. És köszönjük, hogy erre évről évre lehetőségünk is van. Ahogy Budaörs városának életében is fontosak a hagyományok, a zenekar életében is vannak hagyományok, amik vagy régre nyúlnak vissza, vagy pedig szeretnénk megteremteni ezeket. A zenekar rendszeres résztvevője a városi ünnepségeknek, a városi felkérések évről évre fontos szerepet játszanak a zenekar életében, és a zenekarnak önálló koncertjei is vannak. Próbáljuk hagyományát tenni a zenekar önálló koncertjeit évente legalább egyszer. Ez nálunk úgy alakult ki, hogy újévi koncert formájában szórakoztatjuk a közönséget. Tavaly is volt erre példa, reméljük, hogy jövő évben is ez sorra kerül. Egyelőre tervbe van véve, és ha rajtunk múlik, mi is fog valósulni. Aki ezen szeretne majd részt venni, meghallgatni, figyelje majd a plakátokat. A zenekar megújításán dolgozunk, látszik is a több fiatal tag a zenekarban. Tavaly elkezdtük új emberekkel, fiatalokkal frissíteni a zenekart. Ez jelenti a műveknek is a frissítését, de ugyanakkor erre folyamatosan szükség van, ezért várunk zenélni tudó, lelkes tagokat, fiatalabbakat és idősebbeket is a zenekarba. Lehet jönni, lehet együtt zenélni, lehet részt venni a zenekar életében. Próbáink szerda esténként vannak a Budaörsi Zeneiskolában. Akit érdekel, jöjjön el, próbálja ki, hallgassa meg, és legyen köztünk tag. Jó szórakozást kívánok az estéhez, a színpadon a Budaörsi Fúvószenekar.
Thank you.
Thank you.
következő fellépőről egy pár szót mondok önöknek, a Romano Glassóról. A Romano Glassó emberi hang együttes 2009-ben alakult. A Romano Glassó hagyományos cigány és magyar népzenét szólaltat meg, valamint néptáncokat ad elő. Műsorokban magyarországi, spanyol, balkáni, orosz és román népdalok szerepelnek az együttes által feldolgozott formában. Az együttesben cigány és nem cigány gyerekek és felnőttek közösen zenélnek. A dalok magyar, cigány, beás, spanyol és angol nyelven szólalnak meg. A népzene mellett fontos szerepet kap a néptánc is, amelyet a gyerekek adnak elő. Az együttesre az ének és a vokalitás jellemző. A 2015. évben Raoul Wallenberg díjat kaptak, ezúton is gratulálunk nekik. És engedjék meg, hogy bemutassam akkor név szerint, akik föllépnek ma. Dénes Patrícia, Lakatos Sarolta, Bajnóci Krisztina, Harangozó Boglárka, Szit Renáta, ifjabb Lakatos György, Dénes Edina, és az együttes vezetője Lakatos György. Jó szépen!
szeretőm ki volt. Thank you.
hölgyeim és uraim, ugye nagyszerű volt ez a koncert, szerintem még tapsoljanak nyugodtan. Annyit szerettem volna még hozzátenni, és jó, addig még maradtok, hogy Lakatos Gyuri nem csak ezt az együttest vezeti, hanem hosszú évek óta a budaörsi tanodát is. És ahogy itt elhangzott, ez egy vegyes zenekar, vegyes csapat, nem csak arra gondolok, hogy fiúk és lányok, de a tanoda is ilyen, a tanodában is a felzárkóztatás, a tehetségképzés nem úgy történik, hogy oda csak cigány gyerekek járnak, hanem mindenféle gyerekek járnak, és ez a legnagyobb misszió abban, hogy a megértés és az együttélés pozitív legyen, és ebben Lakatos Györgynek olyan szerepe van, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni, és ezúton is köszönöm neki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a következő zenekar jazz játszik, és nagyon viccesek a fiúk, mert amikor az előbb bementem az öltözőbe, hogy milyen bővebb információt mondhatok a zenekarról, akkor egy áfás szemlát adtak a kezembe. És mondtam, hogy ha kell, akkor felolvasom azt is. De egy mondatot sikerült belőle kicsikarnom. Zenéjük az 50-es, 60-as évek swing és cool stílusa között mozog. A zenekar neve Szalkai Dávid és a Jazz Formers. A zenekar tagjai Kis Attila Nagybőgő, Bordás Zoltán Dobon, Iványi Gáspár gitáron játszik, és Szalkai Dávid trombitán. Thank you.
Thank you.
Borrell Zoltán. Irány Gáspár. Kisak Ivan. Tanfogály. A Jazz Formának nagyon köszönjük, hogy látszott szolgatást és a sikertől. Üdvözlet. Egyszer köszönjük a megkívánt. További dolgot sok üzenetére megfogjuk. Nehéz feladatunk mindenkinek. Thank you.
Hát a swing az egy jó kis műfaj, nem tudom, látták-e a Swing, mint haladik című filmet, ha nem, akkor pótolják be, mert nagyon fontos, bár ez nem csak a zenéről és nem csak a táncról szól, hanem mélyebb társadalmi összefüggéseket is elemezget, amit ma itt mi szándékosan hagytuk ki, bár egy közigazgatási ünnepről, egy évfordulóról beszéltünk. Arra szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy mi szeretünk ugye évfordulókat ünnepelni, ilyen név vagyunk, bár szerintem a többi is hasonló. Szóval ez egy 25 éves évforduló volt, de közeledik egy 30 éves, méghozzá januárban, akkor egy ünnepség sorozat keretében remélem hasonló hangulatú estékre és koncertekre lesz majd lehetőség, a város ugyanis januárban ünnepli 30. születésnapját. Szép estét kívánok Önöknek, köszönöm, hogy eljöttek, további jó időtöltés a mai naphoz és a hétvégéhez.